Ebben a mai videóban a székrekedés okairól és a természetes úton történő megszüntetéséről lesz szó. Üdvözöllek itt Újhelyi Szabolcs Zoárd! Ha hónapok, évek óta elhúzódó, gyakori vagy folyamatos székrekedésed van, mielőtt bármilyen terápiát kipróbálnál, mindenképpen menj el orvoshoz, végezz el teszteket, vizsgálatokat, tudd meg, hogy mi áll a háttérben. Ha nem is tudod meg konkrétan, legalább derítsd ki a probléma lehetséges okát, ugyanis sok minden okozhatja. Például a vastagbél ki van tágulva, fel van fúvódva, nem iszol elegendő folyadékot, valamilyen mikrotápanyagnak alacsony a szintje, például a káliumé, vagy esetleg valamilyen súlyosabb probléma van a háttérben. Bármilyen emésztőrendszeri problémáról is legyen szó, mindig a legfontosabb nulladék lépés ilyenkor az a megfelelő ideig történő rágás. Megrágni jól az ételeket kulcsfontosságú ahhoz, hogy csökkentsük akár a székrekedés, akár más gyomor vagy bél probléma tüneteit. Az első lehetőség elsősorban akkor, ha régóta fennálló székrekedésed van, az valamilyen növényi alapú hashajtónak az alkalmazása. Mindenkinek más-más szokott beválni, például a szilva, a szenna, a füge, az alma, a kávé, a kivi, a ricinusolaj. Sok helyről hallhatod azt, hogy a különböző hashajtók veszélyesek lehetnek, illetve mellékhatásokról olvashatsz, és lehet, hogy már meg is tapasztaltad ezeket a negatív hatásokat. Itt fontos azt megjegyezni, hogy a természetes hashajtók mellékhatásai eltörpülnek ahhoz képest, amit az a veszély jelent, hogy a belegben lévő méreganyagok felszívódnak, tehát újra bekerülnek a vérkeringésbe. Más szóval lényegesen fontosabb eltávolítani a mérgeket a vastagbélből, mint hagyni ott állni az anyagot, és megadni annak az esélyét, hogy a mérgek újra visszakerüljenek a testünkbe, tehát a vérkeringésbe. Második lépésben gondold át, hogy mennyi olyan magas rost tartalmú ételt fogyasztasz, amelyek táplálni tudják a hasznos bélbaktériumokat a vékony bélben. Ilyenek a zöldszínű zöldségek, brokkoli, leveleskel, káposzta, kelbimbó, saláták, rukkola, illetve az olyan erjesztett ételek, mint a savanyú káposzta vagy a kovászos uborka. Ha nehézségeid vannak a nyers zöldségekkel, akkor fele-fele arányban páros zöldségekkel is lehet őket kiegészíteni, így is működnek. A székrekedés egyik oka lehet, hogy nem eszünk elegendő rostot, így az idő előre haladtával a vékony bélben lecsökken a baktériumok száma, azért mert a bélbaktériumok rostokkal táplálkoznak. De az is lehetséges, hogy viszel be elegendő rostot, viszont nem iszol elegendő vizet, folyadékot a nap során, tehát bár van elég rost a belegben, rendszeresen az keményé válik, mert nincs elegendő folyadék, ami gélszerűvé alakítaná. Béltisztításhoz figyelmetbe ajánlanám a Kolonum béltisztító port, mely többféle élelmi rostot tartalmaz, illetve gyógynövény kivonatokat, melyek együtt segítenek a székrekedés, segíthetnek a székrekedés tüneteinek csökkentésében. Az élelmi rostok olyan rostok, amelyek nem szívódnak fel az emésztés során, a szervezetünk nem képes lebontani őket. Fontos itt azt is megjegyezni, hogyha súlyos székrekedésed van, például csak hetente egy-két alkalommal mész WC-re, ne a rostokkal, ne a béltisztító porokkal kezd, mert ilyenkor valószínűleg a bélrendszerben már annyira megvan keményedve az anyag, hogy azt a rostok, a béltisztító porok már nem igazán tudják megoldani. Ilyen esetben talán a következő lépéssel érdemes inkább kezdeni. A székrekedés megszüntetésének harmadik lehetősége lehet a káliumpótlás. A kálium alacsony szintje lassítja a szervezet funkcióit, tehát a beleknél lévő funkciók is lassulnak, illetve segít a beleknél lévő sima izom, tehát az akaratunktól függetlenül működő izmok működésében. A kálium pótlására jók a már említett keresztes virágú zöldségek, illetve itt érdemes káliumtartalmú italport is bevetni. Itt ajánlok a figyelmedbe még egy készítményt, a Bioglen magnézium és káliumtartalmú italport, melynek egyszeri adagja 300 mg káliumot is tartalmaz, káliumcitrátból, mely az egyik legjobban felszívódó káliumforma. A magnézium, ahogy a sima izmok számára, ugye a beleknél lévő izmok számára is fontos, nyugtatólaghat csak úgy, mint a kálium, tehát segítik az izmoknak a működését. A negyedik lehetőség a probiotikumpótlás készítményekkel, hogy a második lépésben a rostoknál említettem,
ha lecsökken a hasznos bélbaktériumok szintje, a székrekedéshez vezet, de nem csak táplálni tudjuk őket ételekkel, növelhetjük is a mennyiségüket, probiotikum tartalmú étrend kiegészítőket, a kefir, a joghurt, a savanyú káposzta rendszeres fogyasztása is segíthet. Ötödikként a zsírfélék bevitelére is érdemes gondolni. Valójában sokszor, amikor szomjasnak érezzük magunkat, nem a vízből van kevés a testünkben, hanem a zsírfélékből, tehát kevés zsíradékot fogyasztottunk. Más szóval a szomjúság sokszor nem vízhiány, hanem inkább zsírhiány. A tepesavat a testünk a zsírok hasznosításához használja, és fontos feladata a beleg sikosítása, tehát hogy jobban haladjon át az emésztett anyag a belegben. Ebből értelemszerűen következik, hogy ha valakinél valamilyen oknál fogva nem termelődik elegendő epesav, mert például kevés zsírt fogyaszt, nem lesz elegendő sikosítóanyag, így ebből is kialakulhat a székrekedés. Az epéről, az epesavról készítettem korábban egy videót, ott szó van róla bővebben, ehhez a részhez nézd meg azt a videót is. Tehát itt az ötödik lépésben a következő magas zsírtartalmú ételek bevitelére is érdemes gondolni. Halételek, halkonzervek, olívaolaj, avokádó, lenmag, lenmagolaj, szalonna, oldalas, tojás, zsírosabb marhahúsok, sajtok, kókuszolaj. Végezetül a hasmasszást is bevethetjük. Keresd rá a keresőben, többféle technikát lehet találni. A has önmasszírozása segít kiegyensúlyozni az emésztőrendszer működését, serkenti a túlrenyhe bélműködés, fizikailag segítheted a salakanyagok távozását a belegből. A hasmasszással javul a szervezet immunológiai állapota, a szimpatikus, a paraszimpatikus idegrendszeri hatás közelebb kerül egymáshoz. Csökken a szorongás, a stressz. A székrekedés Plutóval kapcsolatos probléma. Ragaszkodunk, nem akarunk megválni valamitől, vagy valakitől, esetleg képtelenek vagyunk lemondani az anyagiak egy részéről, félünk, hogy nincs telenné válunk. Lehet, hogy vannak olyan dolgok az életedben, amelyeket vissza kellene adni a világnak, más embereknek, vissza kellene szolgáltatni őket. De ezt ugye nem tesszük meg. A megoldás első lépése, hogy beismerjük ezt magunknak, tehát hogy képtelenek vagyunk elengedni. A második pedig, hogy határozzuk meg, mi az, amire szükségünk van, és mi az, amire már nincs. Amire pedig nincs már szükség, azt engedjük el. A Plutó a haj meg és szüles ujjá analógiája köré épül, tehát azt kell elsősorban belátnunk, hogy az életben a dolgok, a gondolatok, az érzések egy idő után megszűnnek, elmúlnak, és újak jönnek helyettük. Ha érdekesnek és hasznosnak találtad ezt a videót, oszd meg olyanokkal is, akiket érdekelhet a téma, kíváncsi vagyok a saját tapasztalataidra, az emésztési problémákkal kapcsolatban, írd meg a hozzászólásokra, mert így másoknak is segíthetsz. Ha még nem vagy feliratkozva a csatornára, ne felejts el feliratkozni, mert így kapni fogsz értesítést a következő hasonló videókról. Köszönöm a figyelmed, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!